Szaj, kukuk, szaj, szaj, kék apuján, szaj, Lakatos Sándor ég, Lakatos Sándor ég. Balmazújváros gyönyörű zöld területén vagyunk, a Semsely kastély kertjében, ami egy különleges előadásnak adott helyet most, egy nemzetközi összefogásban készült előadásnak. Olyan szerencsém van, hogy magát az alapműnek, a balladának a gyűjtőjét, dr. Vajda Máriát, városunk díszpolgárát kérdezhetem arról, hogy mikor, milyen körülmények közt gyűjtötte ezt a írást. Én 1974. december 16-án Etelka napján kerültem Balmazújvárosra, 5. éves egyetemi hallgatóként. Akkor nemrégiben újból létesült, hiszen az első világháború táján már Harangi Józsi bácsi létrehozott egy múzeumot Balmazújvároson, de 1974. októberében megnyílt az Balmazújvárosi Helytörténeti Múzeum, és akkor itt, mint egyszemélyes múzeumvezető, mindenes, néprajzkutató, 5. éves egyetemi hallgató, tele energiával, jártam az idősek klubjába, a Veres Péter Művelődési Központba, és hallottam ezt a történetet. És ez annyira megragadott, mert a népköltészet mindig is a tárgyi művészet mellett nagyon közel állt hozzám, de az, hogy egy olyan dologról keletkezzen ballada, hogy valaki nem tudott megfelelni a munkában, és ezért lesz öngyilkos, ez rávilágított arra, amit Veres Péter műveiből, meg a paraszt élet ismeretéből már tudtam, hogy a régi paraszt életben a munkának nem csak értékteremtő, hanem nagyon fontos értékmérő szerepe is volt. Vagyis egy egri legény, aki eljön az Alföldre aratni azért, mert nagyon szegények voltak a szüleim, mert hogyha gazdagok lettek volna, akkor mai szóval bartelba, tehát cseréltek volna egri bort alföldi gabonára, vagyis az éves kenyérnek valót így szerezték volna meg. De mivel Lakatos Ignác bácsi a legénynek, a balladahősnek az édesapja nagyon apró termetű ember volt, és szegények voltak, még a házadót sem tudták kifizetni, mint az egri levéltári adatokból kiderült, ide jött le az Alföldre aratni. Nagyon sokféle verzió volt, itt temették el, Egerbe vitték, és sorolhatnám, és akkor a római katolikus plébániának az anyakönyveiben megtaláltam, hogy pillanatnyi elmezavarban elkövetett öngyilkosság volt ez a Lakatos Sándor tette, vagyis tényleg itt temették el, mert és a temetőben, mert ugye mondták, hogy a temetőárkában, de miután ugye nagylelkű volt a plébános úr, ugye Isten adja az életet és Isten veheti el, tehát nem temetették volna rendes körülmények között el. És akkor nagyon érdekes, tehát a régi paraszti világban ma egy legény, legénynek érzi magát, mert pelyhecik a legénytől az állán, és akkor úgy érzi, hogy akkor most már ő udvarolhat. De a régi világban az, hogy a munkának értékmérő és értékteremtő szerepe volt, az azt jelentette, hogy akkor házasodhatott egy legény, ha az éves kenyérnek valót, az életet megkereste. Vagy úgy, hogy földje volt és abból biztosította, vagy hogy aratott. Tehát ahogy annak idején Veres Péter számos munkájában írta, hogy aratás idején, mintha hadba indultak volna az emberek. Az volt az év egyik legfontosabb időszaka, mert a kenyérnek valót, az életet szerezték meg ilyenkor, és ez a szerencsétlen legény
nem tudott megfelelni a munkának, mert gordinos volt a búza, tehát akkor még nem ezek a bezosztálya, rövid törzsű búzák voltak, hanem ezek a magasak, és hát ugye dudvás is volt, meg a szél összefújta, és az kaszahegyelni kellett volna. És ez a szegény legény ezt nem tudta. Nagyszerűen oldották meg ezt a kérdéskört is a színészek, a bábszínészek és a utcaszínház résztvevői. Na most ezt a legényt tehát itt temették el, és hogy miért csak Balmazújvároson és Egerben, bár Egerben sem annyira már, én a 60-i hóstján, mert a halotti anyakönyvben a katolikus Balmazújvárosi plébánián szerepelt, hogy a 60-i hóstja már most fejből nem emlékszem hány szám alatt lakott, olyan szerencsém volt, hogy én elmentem Egerbe, és sikerült azzal a Pikó Eszter nénivel beszélnem, aki elmesélte, hogy ez a legény járt volna már a bálba, de nem engedték be a zálába, úgy bonták Egerben, a bálterembe, csak akkor, hogyha legény nyilválik. Ez a magyar paraszti társadalomban annyira általános volt, hogy vagy egy szekeret kellett megraknia jó magasan, vagy egy kazlat, vagy kaszálni kellett tudni. Tehát a legényavatás az emberi élet egyik nagyon fontos része volt, mert ezzel avatták legényé, tehát innentől kezdve dohányozhatott, udvarolhatott, ihatott, bálba járhatott, mindezokat a jogokat élvezhette, amik csak a legényi avatott legényeket illette meg. Ilyen szempontból nagyon-nagyon következetes volt a régi paraszti társadalom. És Pikó Eszter néni elmondta, hogy a hazajövő ugye Egerbe várták olyankor mindig az aratókat, és úgy mondták, hogy perecet kötöttek a sákra, vagyis eladták a zsidónak a vámot, amit kivettek a már elcsépelt gabonából, amit itt Balmazújvároson, vagy akik más aratóbandához tartoztak az ország más részén, szereztek, és azt elitták, és felavatták a legényt. És onnantól kezdve, mint mondtam, már élhetett ezekkel a jogokkal. Nagy öröm egy kutató számára az, hogyha a munkája visszatalál ahhoz a közösséghez, hiszen gondolja el, hogy 74 decemberében, még valahol karácsony előtti időszakban gyűjtöttem ezt, tehát az első között ezt a balladát, majd megjelent a Déri Múzeum, azt hiszem 76-os vagy 77-es évkönyvébe, utána pedig önálló Balmazújvárosi füzetek sorozatban, és most visszatalált Balmazújvároshoz, és ez valami fantasztikus öröm volt. Majdnem elsírtam magam, végigénekeltem a balladát a Kadarcs Népzenei Együttessel, és tényleg nagyon jól oldották meg a mozgásszínház lehetőségeivel ennek a ma emberéhez is szóló problémának a megoldását. És tényleg azért is örülök, mert hogy így ugye az első nagy sikert aratott munkám, ami közönség siker volt, nem csak a szakmai, meg egyéb hivatkozásokban nagyon nagy számú hivatkozási indexel találkozhatunk. Ez volt a paraszti szerelmélet, amiből az első doktorimat írtam, és védtem meg summa cum laude 1978-ban. Ez a paraszti szerelmélet volt Balmazújvároson, amivel megismerkedhetett Sziki Károllyal, révén Amerikába is kivitték előadóestre, utána Katona József Kamara Színház készített belőle egy produkciót, csak Bejjebb Jancsikám címmel, Molnár Laci és Huszári Kata részvételével, amit nem tudom hányszor játszottak, aztán vitték Szolnokra, aztán a Bobit, a Pécsi Bábszínház is készített egy produkciót ebből a Hol a világ közepe címmel megjelent disszertációs tudományos munkából. Aztán a szerbiai színjátszós fiatalok is. Aztán a Vojtina Bábszínház is csinált belőle darabot. Aztán Kárpáti Péter készített egy másik produkciót a Honvéd Színházban, amit átvette a Merlin Színház. Szóval a több száz tanulmányom és könyveim mellett ez akkora boldogság, hogy visszatalál ahhoz a közösséghez, ahonnan vétetett. Ennél nagyobb öröm, talán még a hivatkozási indexek sem jelentkezik a tudományos munkában oly fontos dolgok, mert azt jelenti, hogy nem elefántcsontorony kutató voltam, hanem a mindennapi emberekkel, és olyan jó volt visszajönni megint, rendszeresen járok évente sokszor Balmazújvárosra, de hogy még mindig
emlékeznek rám, sok ember ismer, én is sok embert ismerem. Úgyhogy köszönöm, Balmazújváros, itt lettem, Pesten születtem, Nyírségben éltem, de Balmazújvároson lettem polgár, és nem is akármilyen polgár, hanem díszpolgár. Köszönöm, Balmazújváros! Két kérdés fogalmazódott meg bennem, ahogy hallgattam a szavait. Egyrészt azt, hogy így tetszett fogalmazni, visszatért ez a ballada Balmazújvárosra. Ez a ballada egyébként élt volna anélkül, hogy esetlegesen sikerül összegyűjtenie, illetőleg most például nagy örömére ebből a jeles alkalomból ebből dolgoztak a színészek. Igen, gondolja el, hogy 1974-es idekerülésem után gyűjtöttem ezt fel. Azóta eltelt 48, tehát majdnem egy fél évszázad. Ez kiment az emberek tudatából, ugyanis gondoljon bele, hogy 1910-ben történt az esemény, jött az első világháború, és a népköltészet terjedésének az a folklorizációs útja, hogy jönnek aratóbandák, jönnek közösségek, disznótorok és egyéb események, ahol énekeltek régen az emberek, továbbadták ezeket. De jött ez a szörnyű világvég is, az első világháború, akkor jött a szomorúság, jöttek a katonadalok, és ez úgy elfelejtődött, tehát a folklorizációs csatornákba nem tagolódott be. És hogyha én akkor ezt nem gyűjtöm föl, és ugye több szempontból vizsgáltam, tehát hogy tényleg a család anyagi helyzetét, az, hogy a nagytanyán történt ez, hogy a Lestyánnál aratott, tehát hogy akkor még élő emberek, akik ismerték Lakatos Sándort, és az a szerencs, hogy Pikó Eszti néni 90-valahány éves volt, a 60-i Hóstyán Egerbe, ugye elmondta, hogy neki is udvarolt volna, és ismerte ezt a legényt. Szóval ez a kutató felelőssége, hogy igyekezzen minden alkalmat megragadni arra, hogy gondoljon csak ő el, hogy mennyi népmesénk veszett kárba, mennyi népdalunk, mennyi népballadánk, és ez az új stílusú ballada, ez egy csodálatos módon így megmaradt a feldolgozásom, nem akarom fényezni magam, de tényleg ez a kutató felelőssége és érdeme. És ez a ballada, ez láthatóan él, ugye most is egy csodálatos előadáson. A teljes történet körülményeit feltetszett göngyölíteni. Jól hallottam el, hogy majdnem napra pontosan a fiú tragédiájának évfordulóján született ez az előadás. Igen. Nyugodjon békében Lakatos Sándor, mert példát mutatott, még ha negatív példát is, a ma társadalmának is, hogy a munka az fontos része. Most az teljesen mindegy, hogy milyen munka, mert ma John Deere traktorok aratnak, meg cséplik is a gabonát, de akkoriban a mindennapi kenyérről volt szó. És legyen bárki bármilyen munkaterületen, nagyon fontos az, hogy tisztességgel, legjobb tudása szerint álljon helyt. Én nem azt mondom, hogy ilyen tragikus véget érjen, de próbáljon tenni ellene. A régi időkben akkor ezek szerint a munka képessége, a munka felvállalásának, a munka végzésének a képessége, az lényegében a társadalmi elfogadásnak az alapfeltétele volt, lényegében az életképességgel volt egyenlő. Pontosan. Ezért volt az, hogy például a párválasztásnál is megnézték annak ellenére, hogy ugye a vagyon döntött, a vallás döntött, a lokalitás döntött, és az egyéni tulajdonságok sorában a munkához való viszony, és hogy ne legyen iszákos, mert hogy biztosítani kellett a család megélhetését. És ez egy nagyon fontos dolog volt, mert a házasság is Isten szentség előtt kötetett, és jól meggondolták előtte, és gyakran a szülők, mert hogy ők párosították össze, de a munka az nagyon fontos volt. Gondolja már el, ha valaki később szekerezett ki a földjére vagy a munkára, ballagot, hát megszólták a faluba, hogy na ez is jól elaludt, vagy akinek koszos volt az udvara, szemetes a ház eleje. Most ugye hétvégén jön régen, ha nem volt felgerebjézve, fel se ferve a ház eleje, hát megmondták, hogy az a lány az koszos, annak nincsen becsülete. Tehát mert hogy nem vigyáz a környezetére sem. Tehát a munka
az emberpróbáló, embernemesítő, embert éltető és becsületet szerző dolog volt, és remélem az is marad azért.